A szervezők partnerként a Kiskörösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor általános iskoláját nyerték meg. A keddi napot a 3.-4. osztályos tanulók előadással kezdték az intézmény kis torna termében. Környezetvédelemből, szelektív hulladékgyűjtésből és zöld növényzeti dolgokból, hogy Kiskörösen milyen őshonos helyi fák, növények találhatók. Ebből volt az első órájuk a gyermekeknek, ez egy projektoros kivetítőn előadott szemléltető eszközöket bevonva előadott előadás volt. Ez azért volt szükséges, mert egy kicsit ismerik meg a gyermekek, hogy hogyan lehet Kiskörösen egyáltalán szelektálni hulladékot. Egy kicsit belevontuk a közlekedést is, hiszen ha már lehetőséget ad rá, hogy a gyermekekkel beszélgethessünk, akkor a kerékpáros közlekedésnek a dolgaira is felhívtuk a figyelmet. Délután a Martini utcában ültettek mozdítható konténerekbe fákat és bokrokat. Itt a Martini utcán egy juharfélét ültettünk, az oszlopos juhart. Mindenki ismeri ezt a fát a Kossuth utcáról. Nagyon elegáns fafajta. Az őszi színe az gyönyörű citromsárga. Egyszerre hullatja a levelét, és emiatt a takarítás nem nehézkes. Valamint a ládába tettünk még egy örökzöld növényt, aminek télen is lesz lombja, ez pedig a prónus szobabérmegyek családjába tartozik. A program sorozata következő héten folytatódik. Június 1-én hétfőn lesz szintén hasonló programszerűen, tehát délelőtt előadás a gyermekeknek, délután 2 órai kezdettel pedig a zenei iskola előtti részen hasonlóan zöld növényfejlesztő program, valamint 3-án, ez szerdán, június 3-án is hasonlóképpen szintén zöld növényfejlesztő program 2 órától, és délelőtt pedig előadások lesznek. A szervezők különböző korosztályokat céloztak meg, így hétfőn az 5.-6.-osok, szerdán pedig a 7.-8.-osok vesznek részt majd a programban. A Tarnovi térre is hasonló konténerek kerülnek, melybe korallberkenyét, az itt látott babérmegyfajtát és lassú növésű futóborókát ültetnek majd. Összesen több mint 400 gyermeket mozgat meg a program, mely az Ültesfát Mozgalom és a Kiskörösi Egymi Velünk Mozdulj Diáksport Egyesülete közös szervezésében valósul meg. Az akcióra várnak mindenkit, aki szívesen részt venne a Városközpont további szépítésében, zöldítésében.